Gyakorlatilag multifunkcionálisak vagytok, hiszen több fronton meg kell mérettetni egy ilyen világjátékokon, és egyébként nem is olyan rég egy világbajnokságon, hogy hogy lehet váltani egyik műfajról a másikra, csoportról, trióra? A mai napon ez elég könnyen ment, mivel szerencsére volt időnk külön felkészülni a csoportra, és utána egy kis pár perc pihenővel kezdtük meg a felkészülést a trióra. Ez tegnap kis gondot okozott, hogy egyszerre kellett a két kategóriára felkészülni, viszont ezt már próbáltuk otthon eljátszani, úgyhogy végül is edzésen is elpróbáltuk ezt a felállást, és szerintem nem volt probléma a tegnapi napon, vagyis az elődöntőben. Azt gondolom, hogy a mi csapatunk is egy nagyon-nagyon közeli barátságban vagyunk mindezőten, és elképesztően tudjuk húzni egymást. Ugye ebben most a csapatban is azért akadt egy kis rontás, és azt az összetartó erőt, azt most nagyon nehéz lenne itt szavakba önteni, amit így ilyenkor egymásnak tudunk adni. Úgyhogy én ezt emelném ki. Egy esetleges, hát nevezzük rontásnak, mint ahogy hallottuk az előbb, de egy olyan momentum, amire nem készültetek fel, ott van valaki vezéregyeniség, aki átlendíti a többieket, vagy egymásra néztek, érzitek, hogy valaki adja a powert? Hát elég komoly rontás volt, azért ezt mondjuk, hogy ne csak nevezzük annak, elég látványos is. Ez meg van beszélve, hogy amikor felmegyünk a színpadra, akkor gyakorlatilag mindig a soron következőre figyelünk. Ami már megtörtént, az történelem, azon már nem tudunk változtatni. Ami még messze van, azzal nem foglalkozunk, előre nem izgunk, mindig ami éppen jön, arra kell koncentrálni. Hogy sikerült ez a döntő? Először is igen, nagyon felemelő érzés, főként azért, mert itt a hangulatosok nézővel egy ilyen multisport esemény azért teljesen más, mint egy számunkra úgymond átlagos világbajnokság, és így a hangulat az elképesztő volt. Nyilván az elődöntő után, ahol ugye első helyen sikerült kvalifikálnunk, nagy volt a teher is, illetve az elvárás mind magunktól, mind nem mondom, hogy a környezetünktől, mert az edzőink nem tesznek ránk ekkora terhet, de azért vártuk, és szerettünk volna egy jó gyakorlatot csinálni. A felkészülés nagyon jól zajlott, a gyakorlatban sajnos becsúszott egy pici hiba, de így is sikerült egy ezüstérmet összeszednünk, úgyhogy szerintem a csapat azért alapvetően elégedett lehet. Ennek a csapatnak mi az erőssége szerinted? Mi a legnagyobb erénye? Szerintem a legnagyobb erénye, hogy bármilyen helyzetben csapatként tudunk együttműködni, és igaz, hogy én később csatlakoztam ehhez a csapathoz, viszont ők már junior koruk óta nagyon összeszokott társaság, és igazából én voltam az, akinek fel kellett hozzájuk fejlődni, és be tudtak fogadni ebbe a közösségbe.